Annak, amit úgy nevezünk, hogy világháló, magyarul. És nemzetközi szóval, illetve úgy mondjuk, hogy internet. Óriási köze van ahhoz, hogy hamarosan tényleg eljön az apokalipszis globális szinten. És ennek egyik okozója a globális zűrzavar, ami be fog következni az emberiségre. És a globális zűrzavar az, ami gyakorlatilag a világhálón terjed, a világnak a hálózatán terjed. És a világháló által valósul meg. Mert a világhálón tud megtörténni az, hogy az emberek olyan információkkal találkoznak, amelyek, még ha igazak is, nekik nincs rájuk szükségük. Vagy amelyek, még ha igazak is, sokan nem érthetnék meg. Jézus nemok nélkül mondta, hogy sok mindenről beszélhetnék még néktek, de most még nem hordozhatnátok el, nem viselhetnétek el. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hittetek, miképpen hisztek majd, hogyha a mennyeiekről szólok néktek. Ezt mondta Jézus. Ezzel is sugallva azt, hogy ő annyira elementáris dolgokról beszélt, amelyek mindenkinél, abszolút mindenkinél közösek lehetnek. Ami alap, ugye? Ezért neveztetik szegeletkőnek. Ezért neveztetik az ő beszéde fundamentumnak, a ház alapjának. A ház maga az élet, a mi életünk. És hogyha a mi életünknek a fundamentuma, az alapja nem egy olyan tanítás, amiben élet van, akkor teljesen egyértelmű, hogy a házunk összedől, és hamarabb beáll az űrzavar, az összeomlás, a fizikai és lelki összeomlás. Régebb volt egy olyan felvétel, amelynek az volt a címe, hogy Istennek melyik arcát látott. Drága barátaim, még azon személyek sem látják ugyanazon arcát Istennek, akik egy úton haladnak. Tegyük fel, hogy van 100 ember, aki egyformán megtalálta a keskeny utat, a Krisztus által kijelölt utat. Tegyük fel, hogy te ezt az utat megtaláltad. Rajta vagy ezen az úton. És én is megtaláltam ezt az utat utánad. Egy évvel, két évvel. Teljesen egyértelmű, hogy te ezen az úton elébb vagy, mint én. És amit látsz Isten arcából, azt én még nem látom, még nem láthatom. Még nem láthatom, mert Isten, ha rám önteni az ő teljes dicsőségét, megsemmisülnék, belehalnék, azt nem tudnám elviselni, nem tudnám elhordozni. Amit te láthatsz, azt én talán még nem láthatom. Vagy fordítva. Mi történik a világhálón? Az apokalipszis világhálójában. Az történik, hogy bizonyos emberek, vagyis úgy igazából mindenki találkozik olyan információkkal, amelyek számára nem soron következőek. Nem relevánsak, úgymond. És ezek az információk
még ha igazak is, mivel hogy számára nem soron következőek, zavart tudnak okozni az ő rendszerében. Ez régebb, drága barátaim, nem történhetett meg, mert a világot összekötő háló, a világnak a hálója, a sátán hálója, úgymond a média, nem volt annyira elterjedve, nem volt annyira sűrű, mint ma az internet által. Régebb is voltak ugye lapok, napilapok, hetilapok, magazinok, újságok, televízió és rádió. De viszont mindig a média mindig olyan információkat közölt az emberekkel, amelyek olyan jó híg mindenki számára szinte egyformán fogyasztható információk voltak. Nem okozott különösebb megbotránkozást senkiben sem az, amit hallhattak a Kossuth Rádió Budapesten, vagy a Petőfi Rádióban, vagy valamelyik újságban, magazinban. Ez ma már nem így van. Mivel a világnak a hálója nagyon sűrű, és az információ rajta nagyon intenzíven és gyorsan áramlik, ezért sajnos megtörténik az, ami nem kellett volna sosem megtörténjen, hogy igazából nem lett volna szabad megtörténjen, az, hogy az emberek olyan információkkal találkoztak, amelyekre nem voltak felkészülve, amelyek számukra nem voltak soron következő információk. Tehát nem az a baj, hogy a gyermek találkozott a szexualitással, a testiséggel, a testi vágyakkal. Nem ezzel van a baj, mert ezt is megkaptuk, ugye? Ezzel születtünk. Hanem a baj az volt, hogy hogyan találkozott a gyermek a testi vágyakkal, a szexuális vágyakkal. Természetes módon a szülő által, a szerető szülő által, aki szépen elmagyarázta neki, hogy figyelj meg, ez van. Ez a szaporodásnak a folyamata. A szülő látta, hogy a gyermek mikor volt megérve, egy ilyen információnak a megértésére, befogadására, és akkor közölte vele ezt az információt. A gyermek megértette, és a szexualitást, a testiséget a helyén kezelte. Sokkal inkább, mint a mai fiatalok. Mint ahogy mi is tettük, ugye? Tehát ránk, gyakorlatilag ránk ömlött a szexualitásról szóló információknak a lehető legtorzabb, legdurvább változata. És ez történik nap mint nap a világhálóban, az interneten, amely gyakorlatilag előkészíti a terepet a globális összeomlásnak, az apokalipszisnek. Nézek az interneten, YouTube-on bizonyságtételeket, Istenről, Isten országáról szóló bizonyságtételeket, különböző jó szándékú, igazságszerető emberektől, akikről meggyőződésem, hogy ugyanazon az úton járnak. Egyik elébb van, a másik meg kicsivel visszább van. És néha úgy tűnik, mintha teljesen más dologról beszélnének, egy másik Istenről, de valójában ugyanarról az Istenről beszélnek. Csak különböző távolságból látják ugyanazt az Istent. Régebb volt szó arról, hogy az Ószövetség Istene, arra is szükség volt, ma is szükség van az Ószövetség Istenképre. Bizonyos embereknek szükségük van az ószövetségi törvénykező Istenképre, mert nincsenek még abban az alázatban, abban a gyermeki lelkületben, hogy megértsék, felfogják a megváltásnak a lényegét és értékét. És ezért tűnik úgy, hogy különböző, úgymond keresztény emberek különböző istenekről beszélnek, de valójában ugyanarról az Istenről beszélnek. És emlékezhettek arra, hogy volt szó korábban
a párhuzamos valóságokról. Egy olyan fogalom, amit gyakorlatilag nekem jött ugye a lélek által, ami nem egy precíz fogalom, hanem úgy képletesen megmutatja, hogy mi folyik a világban, hogy két különböző ember két különböző dolgot lát ugyanabból a valóságból, ugyanabból a lehetőségből. És nagyon sokszor nem arról van szó, hogy egyik téved és a másnak igaza van, hanem arról van szó, hogy a rálátás az élet dolgaira különböző mértékű. Ezért nem lehetnek teljesen azonos véleményen, azonos meggyőződésen, ugye? És ebben a párhuzamos valóságokban arról is volt szó, hogyha nem volna a világ hálója, a sátánnak a hálója gyakorlatilag, nyugodtan mondjuk ki, akkor nem történhetne meg ilyen durván, ilyen brutálisan és ilyen intenzíven az, hogy az ember olyan információkkal találkozik, olyan látásokkal találkozik, amire ő nincsen felkészülve, vagy amihez neki semmi köze nincs. Nem történhetne meg ilyen mértékben, mint ahogy most így a Facebookon, a YouTube-on keresztül megtörténik. Régebb, főképp a szabad gondolatos időben többször felhívtam a figyelmet, hogy amit én mondok, azt én nem mindenkinek mondom. Egyáltalán. És most is valamelyest, amit én mondok, nem mindenkinek mondom. Azt mondom mindenkinek, ami alapvető információ, ami az evangélium alapját is képezi, a hegyi beszéd, meg Jézusnak a tanításai, ami teljesen az alapját képezi a háznak, az életünk házának. Az ilyen információk mindenkinek szólnak. Viszont azok az információk, azok a látások, amelyek azután következtek, hogy letettem a fundamentumot, letettük a fundamentumot, megismertük és cselekedjük az ő tanításait. Azok az információk nem biztos, hogy mindenkinek szólnak, és egyformán emészhetők mindenki számára. És ezért, ugye, talán ismételten felhívhatom a kedves embertársam figyelmét arra, hogy ha valamit nem ért abból, amit mondok, semmi gond nincsen. Nincs ő elítélve azáltal, hogy ő nem érti azt, amit én mondok. Nem biztos, hogy meg kell értsen mindent. Régebb én mindent érteni akartam. És egy idő után, miután kaptam is megértéseket, azt kezdtem érezni, hogy teherré kezd válni a sok megértés. És kezdtem vágyakozni abba az állapotba, abba a gyermeki állapotba, hogy hadd döntse el az én mennyei atyám, hogy mire van nekem szükségem, milyen értésre, milyen látásra van nekem szükségem. Ne halmozzak én a saját fejem szerint. Ne én döntsem el, hogy én mit kell mostan lássak, mit kell értsek. Én nem mindent kell lássak, nem mindent kell értsek. Ez a gyermeki állapot, drága barátaim. Ezért beszél Jézus az újjászületésről. Amikor a gyermek, amikor az ember, ugye, a megkérgesedett ember, a megöregedett, megsavanyodott, az életébe beleszomorodott, belekeseredett, felnőtt gyermekké válik. És azt mondja, hogy Istenem, én már semmit nem akarok tudni az ég adta a világon. Gyere, költözzél be az én életembe, és te légy számomra tudás maga, hogy én ne magamtól tudjak, ne magamtól szerezzem meg a tudásokat, ne én kapkodjak utána, hanem te töltsd be az életemet avval a tudással, avval a látással, amire nekem az aktuális pillanatban szükségem van. És evel az értéssel, evel a látással, látásmóddal, új látásmóddal, amit ajándékba kap a gyermek az ő édes atyától, teremtő atyától, nyilván arra is alkalmassá válik,
hogy ne kívánja meg embertársától, se a szomszédjától, se az uditársától, se a testvérétől azt, ami neki van. Ne akarja ugyanazt megszerezni, mert akkor ugye megint beáll a versengés. Könnyen beállt a versengés. Tehát mi, akik utitársak vagyunk az élet útján, nem versenytársak vagyunk. Ha te elébb vagy, mint én örvendek annak. Viszont annak bizonyítéka, hogy te elébb vagy, mint én, az, amit Jézus mondott, az, hogy te alkalmas vagy arra, hogy nekem segíts, hogy engem felemelj. Tehát annak is van egy bizonyítéka, hogy valakinek teljesebb az értelme, vagy valakiben teljesebb a lélek maga. Tehát ezért fontos megismerni az alapot, az alap, az evangélium, Jézusnak a szavai, az ő tanítása. És ott már ugye látjuk azt, hogy melyik, tehát az ő szavaiból főképp azt ismerhetjük meg, hogy melyek azok a magatartási formák, viszonyulási formák embertársainkhoz, amelyek minket nem csupán megtartanak, hanem életre hívnak, folyton megújítanak. Tehát én a módszert, a magatartási formát, a viszonyulási formákat ismerhetem meg az ő szavaiból, az ő tanításából. És bekerülök abba az állapotba, abba a gyermeki állapotba, hogyha valaki elébb van, mint én neki örvendek. De viszont, hogyha azt látom, hogy ő elébb van, mint én, de kevékedik, akkor imádkoznom kell érte. Ha büszke, imádkoznom kell érte, mert ő csak azt hiszi, hogy elébb van, mint én. Tehát egy szó, mint száz, ne felejtsük el azt, hogy úgy a világban, úgy a sötétségben, mint a világosságban vannak, úgymond, különböző életutak, mondjam azt, valóságok. A kockának nem ugyanazt az oldalát látjuk. Sem a keskeny ösvényen, sem a tágas úton. És ezért ugye szükséges a tanács a megváltótól, hogy legyünk hosszú tűrők, türelmesek, alázatosak, szelídek, megbocsátók, elengedők egymással. Mert nem biztos, hogy mindenki azt látja, amit te látsz. Van, aki még nem láthatja azt. Van, aki egyszerűen még nincs felkészülve arra, hogy meglássa azt. És ha valaki így viszonyul az embertársaihoz, sokkal nagyobb békességet élvező is az ő szívében, az ő lelkében, mint úgy, hogy folyton azon vagyunk, hogy te miért nem úgy látod, hogy én, azért, mert egyszerűen még nem jutottál el abba az állapotba, arra a pontra, ahol azt láthatod. Óriási, tehát van egy tökéletesség a teremtésben, Istennek a rendjében, ennek a tökéletességnek a része az is, részét képezi az is, hogy van három személy, Jancsika, Pistike és Géza. Jancsika találkozik Gézával, és azt mondja, hogy te ez a Géza egy eléggé hitvány alak. Pistike találkozik Gézával, és azt mondja Pistike, hogy ez a Géza egy nagyon jó ember, jóra való ember. A két személy nem ugyanazt tapasztalta, nem ugyanazt vette észre Gézából. Miért? Mert nem ugyanarra tapasztalásra, nem ugyanarra a látásra van szüksége, nem ugyanarra megértésre van szüksége, nem ugyanazon megértés a soron következő, a két személynél, Pistikénél és Jancsikánál. Ettől függetlenül Gézát majd a mindenható Isten, a tökéletes lélek fogja megítélni. Öltsetek magatokra azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást,
és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke, és a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel, tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. Tehát Pál barátunk nagyon szépen megmondta, hogy mi a megoldás, mire van szükségünk ahhoz, hogy elviseljük egymást, hogy együtt megmaradjunk az úton, nem úgy, mint versenytársak, hanem úgy, mint utitársak, mint vándorok, akik megosztják egymással az uzsonát, és mint sorstársak. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!